1942. januárjában egy tengeralattjáró kapitány életre szóló élményt nyújtott a legénységének, amikor megmutatta nekik Manhattant. Egy titkos náci hadművelet részeként ő és még négy másik tengeralattjáró Amerika kapujánál várta a háborút. Hajó! Miközben eltökélt ellenfelek rótták a tengereket, és alig egy hónap telt el az amerikaiak hadba lépése óta. Vajon mekkora pusztítást tudnak okozni, mielőtt az Egyesült Államok visszavágna? A II. Világháborúban a víz alatti fegyverek révén még a hullámok alatt is tudtak harcolni. Ravassággal, erővel és kitartással. Még ha az ellenség vissza is vágott. A forradalmi, de néha primitív körülmények között az volt a céljuk, hogy megváltoztassák a történelem kimenetelét. Történetük ma már legenda. Második világháború. A doppergés hadművelet. 1942. januárjában Long Island partjai közelében egy brit olajszállító az Angliába tartó atlanti konvojhoz készült csatlakozni. Még bőven amerikai vizeken járt, így nem számított veszélyre. Egy rejtőzködő tenger alatt járó kapitánya, Reinhard Hardegen alig akart hinni a szerencséjének. A sötétben a tanker majdnem belefutott a tenger alatt járójába. Torpedót kilőni! Hardegen nem hagyhatta ki ezt a lehetőséget. Hajnali 3 óra 41 perckor kilőtt egy torpedót. Nem sokkal később a robbanás fénye bevilágította az éjszakai eget. Hatalmas lángok csaptak fel. Az U-123-as 65 ezer hordónyi olajat robbantott fel Manhattantől 135 kilométerre, és semmiféle ellenállásba nem ütközött. Ez volt a nyitánya a németek úgynevezett doppergés hadműveletének. Amerika számára túl gyors volt ez a tempó. Egy hónappal korábban a Pearl Harbor elleni támadás meglepetésként érte az amerikaiakat. Németországban Karl Dönitz a japán támadáshoz hasonló lépést akart tenni. Dönitz el akarta látni az amerikaiak baját, és Hitler is. Ám Hitler elsődlegesen a szárazföldi harcokra és a Szovjetunió legyőzésére koncentrált. Nem hitte, hogy a tengeralattjárók jelentős szerepet játszhatnának a háborúban. Hitler csak korlátozott forrásokat bocsátott Dönitz rendelkezésére. Dönitz az amerikai partok közeléből indított támadásokkal akarta meglepni az Egyesült Államokat. A keleti part mentén mozgó kereskedelmi hajókat vették célba. Az életbe vágóan fontos rakományokat az amerikai partok mentén szállították a konvojok gyülekező helyére, vagyis kifejezetten sebezhetőek voltak. Dönitz választotta ki az akcióban résztvevő parancsnokokat. Köztük Reinhard Hardegent is, akinek nem sokkal később véget is ért a karrierje. Rossz egészségi állapotban volt. A háború előtt repülőgép balesetet szenvedett, amikor még a légierőnél szolgált. Hardegen tudta, hogy ha hős akar lenni, akkor remekelnie kell. Ezért a siker érdekében agresszív volt és sokat kockáztatott. Csak néhány alkalma adódott mindenre. Egy héttel karácsony előtt a tengeralattjárók elindultak franciaországi bázisukról.
Egy-egy őrjárat úgy 80 napig tartott. Édesvizet csak iváshoz használtak. Nem borotválkoztak, nem zuhanyoztak, és nem mostak. A friss élelmiszer csak egy hétig bírta ki a nagy páratartalom miatt. Utána már csak konzerven és tartósított élelmiszereken éltek. Mindez megviselte Hardégent. A balesete során szerzett hasi sérülései sosem gyógyultak meg teljesen. Gyomor problémái voltak, de a tenger alattjáról nem tudta tartani a speciális diétáját. Vérző gyomra miatt Hardégen nem tudott túl sokat enni. Krónikus fájdalmai és alultápláltsága ellenére csakis a küldetésére koncentrált. Egy 9-es típusú tenger alattjáróval vágtak bele ebbe a merész küldetésbe. A 76 méteres hajó több mint 9 méterrel hosszabb, mint a 7-es típus. A nagyobb tartály nagyobb üzemanyagkapacitást jelentett, amely 19 ezer kilométerre elegendő. A 9-es típus tökéletesen megfelelt ehhez az offenzívához. Átkelhettek az óceánon, és még maradt idejük a műveletre is. Az U-123-as legénysége a tengeren töltötte a karácsonyt. Hardégen karácsonyfákat rakatott minden helyiségbe, hogy az emberek feldíszíthessék őket. Leveleket és csomagokat osztottak szét. Így, ha csak pár órára is, de megfeledkezhettek a háborúról. December 27-én, 4 nappal az indulás után átlépték a nyugati hosszúság 20. fokát. Innentől kezdve harckészültségben álltak. A legénység fizetésemelést kapott, és Hardégen elolvashatta a titkos hadműveleti parancsot. Tudták, hogy Észak-Amerika felé tartanak, de még a parancsnok sem ismerte a pontos koordinátákat. Hardégen ezután felfedte a részleteket. New Yorkba megyünk? Az volt a feladatuk, hogy kereskedelmi hajókat pusztítsanak el a New York közeli vizekben. A másik négy tenger alatt járó is hasonló feladatokat kapott a keleti parton. Dönitz admirális a doppergés hadművelet nevet adta ennek a küldetésnek. Ám volt egy kis gond. A sekély vizek veszélyesek és nehéz navigálni bennük. Ám a főhadiszállás nem tudott pontos tengerészeti térképekkel szolgálni. Mivel a németek nem készültek fel erre, Hardégennek csak egy általános New Yorki hajózási térképe és egy úti könyve volt. A sikeres művelet érdekében Hardégennek minden tudását és ismeretét latba kellett vetnie. Ám előtte még meg kellett tenniük 5600 kilométert a legnagyobb téli viharok közepette. 110 km/h szél fújt. Amikor az Atlanti-óceán északi része ennyire viharos, az ember jobb, ha útra sem kell. Viharos erősségű szél fújt, és 9 méteres hullámok csaptak át a parancsnoki torony felett. Ám a teljes sebesség megtartása érdekében a felszínen maradtak. A víz alatt maximum 8 csomóval tudtak volna menni. A felszínen kétszer olyan gyorsak voltak, vagyis közel 35 km/h sebességet tudtak elérni. Az őrszemek 4 óránként váltották egymást, miközben éjjel-nappal a vizet kémlelték. Ahogy a világ lassan belépett a háború egy újabb évébe,
öt náci tengeralattjáró haladt a műveleti terület felé, amely a Szent Lőrinc öböltől a hadteraszfokig tartott. A parancsnokok izgatottan várták a műveletet, mivel nagyon dühítette őket, hogy 1941 őszén, amikor amerikai hajók által kísért konvojokra támadtak, a főparancsnokság megtiltotta nekik, hogy elsüllyesszék az amerikai hajókat. Úgy érezték, most visszavághatnak ezért a Pearl Harbor előtti nem hivatalos háborús lépésért. A viharos szelek miatt az U-123-as túl korán érte el a keleti partot. 20 fokkal jobbra! Reinhard Hardegen parancsnok és csapata állandó készültségben állt. Követni kezdtek egy ellenséges célpontot, 177 kilométerre a partoktól, ami vagy egy kereskedelmi hajó, vagy egy romboló lehetett. 20 fokkal jobbra! Közelebb mentek, hogy jobban megnézhessék. Egy brit gőzhajó volt. Közel 10 000 tonna, valószínűleg tele a szövetségesek ellátmányával. Tökéletes célpontnak tűnt. Ám két nappal a titkos küldetés kezdete előtt a támadással felfedte volna a pozíciójukat. Túl nagy volt a kísértés. A tengeralattjáró kapitányok nagyon agresszívak, és Hardegen nem bírt ellenállni, amikor meglátta azt a hajót. Célba vette a gőzhajót és kilőtte az első torpedót. Tűz! Hatalmas tűz lobbant az éjszakában. Az U-123-as rádiósa elcsípte a hajó vészjelzését. Az SOS-t, majd az SSS-t, amely a tenger alatt járó támadást jelző morze kód. Küldetésük érdekében muszáj volt elhallgattatni az áldozatot. A tenger alatt járó felkészült egy újabb torpedó kilövésére. A legénység a hidat vette célba, vagyis a vészjelzést küldő rádiót. Hamarosan egy újabb robbanás világította meg az éjszakai eget. A Kyklopsz utasai és legénysége 20 órán át sodródtak a tengeren. Csak ketten haltak meg magában a támadásban, ám 86-an a jeges Atlanti óceánban lelték halálukat. Végrehajtották a doppergés hadművelet első nem hivatalos támadását. A viharos tenger és a támadás miatt késésben voltak. Sietniük kellett, hogy elérjék az eredeti célpontjukat, New Yorkot. Hardegen ellenállásra számított, hiszen támadásukkal elárulták, hogy egy náci tenger alatt járó van a közelben, így kemény védekezésre számított a part közelében. Ám mint kiderült, a küldetésük nem is volt akkora meglepetés. Várták őket. Adolphus Andrews amerikai ellentengernagy feladata volt a keleti part védelme. Ő volt a tengerparti konvojokért és szállítmányokért felelős tiszt. Ám 1942 elején még semmije sem volt, amivel megvédhette volna a partvidéket. Semmije. Amerika még csak néhány hete lépett be a háborúba, és nem önszántából. Még csak akkor kezdték mobilizálni az ellenséges járművek kiiktatásához szükséges embereket és gépeket. A Kyklopsz elsüllyesztése csak alátámasztotta Andrews félelmeit, melyeket a szövetséges kódfejtők ébresztettek benne.
Amint a náci tengeralattjárók elhagyták a kikötőt, a brit kémelhárítás felfedte Dönitz műveletének egyik gyenge pontját. Nagyon sok kommunikáció zajlott a tengeralattjárók és a főhadiszállás között, és ezeket a rádióüzeneteket könnyen el tudták fogni a szövetségesek. A szövetségesek kiépítettek egy jelentős helyzetbemérő rendszert. Ha valaki használta a rádióját, akkor az emberek a világon szinte bárhol könnyedén meghatározhatták az illető helyzetét. Így megállapíthatták azon német tengeralattjárók helyzetét, amelyeknek az üzeneteit elfogták. A britek nyomon tudták követni a tengeralattjárókat, mivel azok továbbra is rádión kommunikáltak, mintha azt mondták volna, hogy gyertek, itt vagyok, süllyesszetek el. És ez volt a gyenge pontjuk. Andrews ellentengernagy forrásokat kért a keleti part védelmére, miután tudta, hogy több tengeralattjáró is az észak-amerikai partok felé tart. Ám a felettesének, Ernest King admirálisnak sürgetőbb gondjai voltak. 1942. januárjában King admirális volt a haditengerészeti műveletek feje. Sok hajót kezdtek építeni, de még nem volt kész a saját flottájuk. Már harcban álltak a tengeralattjárókkal a britek oldalán, vagyis a haderő nagy részét már lekötötte ez a feladat. Nem hagyhatta csak úgy ott a csendes óceáni színteret, és mivel annyira messze volt, bármit is tett, az nagyon sok erőforrást emésztett fel. Vagyis King nagyon nehéz helyzetben volt. Korlátozott források álltak rendelkezésre a védekezéshez. A tiszta idő végre megengedte Hardegennek, hogy megállapíthassa a pontos helyzetét. Így megindulhatott New York felé. Késésben volt. A másik négy tengeralattjárót is hátráltatta a viharos tenger. Az U-130-as hivatalosan is megkezdte a doppergés hadműveletet, miután elsüllyesztett két kisebb teherhajót Új-Funland partjainál. Miközben az U-123-as a célpontja felé tartott, a hiányos térképek miatt nem tudták pontosan, mi vár rájuk a partoknál. A Montauk Pointi világítótorony is segített neki, mert az amerikaiak még nem kapcsolták ki a navigációs fényeket. Mindent kivilágítottak, még mindig úgy éltek, mint a békeidőkben. Még a navigációt segítő rádióadásokat sem állították le, úgyhogy az is segített a németeknek. Montauk Point közelében az őrszemek észrevettek egy fényt a bal oldalon. Egy nagy hajó közeledett, ami akár veszélyes is lehetett. A víz nem volt túl mély, vagyis elég veszélyes helyzetben voltak. A megfelelő térképek nélkül nem tudták a víz pontos mélységét, így nem merülhettek a víz alá. Hardegen be tudta azonosítani a közeledő teljesen kivilágított hajót. Egy olajszállító volt. Pont ezért jöttek. Körülnézett, hogy lát-e még kísérő hajókat, de úgy tűnt, az olajszállító egyedül van. Torpedókat kilőni! Két torpedót is kilőttek az olajszállítóra. De a támadás nem járt sikerrel. Nem robbantak fel. Az U-123-as torpedóinak nagy része G7E típusú volt, a náci arzenál legkifinomultabb elektromos meghajtású torpedói. 7 méter hosszúak, 270 kilónyi robbanó töltettel felszerelve. Egy elektromágneses eszköz volt rajtuk, hogy a hajó alatt robbanjanak fel. Ha a torpedó túl alacsonyan haladt, akkor a hajó mágneses mezője nem volt elég erős ahhoz, hogy a torpedó felrobbanjon. Hardegen magasabbra célzott.
Torpedót kilőni! Mivel a torpedó egy olajszállítót talált el, hatalmasat robbant. Végül 5 torpedó kellett ahhoz, hogy elsüllyedjen a hajó. Miközben az olajszállító ketté tört, 12 000 tonnányi olaj lobbant lángra. A legénység leadta a vészjelzést. Amikor az olajszállító felrobbant, azt hitték, egy aknának mentek neki. A tenger alatt járók általában beosonnak, kirakják az aknákat, majd elosonnak, és nem a felszínen támadnak. Hardegen elmenekült, de a túlélők észrevették őket. Ők voltak az első szemtanúi annak, hogy egy náci tenger alatt járó amerikai felségvizeken hajtott végre támadást. Hardegen parancsnok dühött ellentámadásra számított. Ám meglepő módon nem így történt. A németek megdöbbenve vették tudomásul, hogy a keleti parton haladó hajókat nem védte semmi. Miután elsüllyesztették a Nornes olajszállítót, Hardegenék a víz alá merültek. A tengerfenéken észrevétlenül megpihenhettek és felkészülhettek a következő támadásra. Miután újra a felszínre emelkedtek, hogy lehallgassák a rádióadásokat, megtudták, hogy közel 12 órával a támadás után a Nornes legénységét kimentették. Amikor a semmi közepén vannak, mindegy, hol süllyednek el, hisz így is, úgy is, hosszú időbe telik, mire valaki felbukkan. A hajókat figyelmeztették, hogy egy náci tenger alatt járó van a közelben. Az U-123-as tovább használta Amerika saját navigációs eszközeit. A világítóhajók segítették őket a tájékozódásban. Ezek az úszó világítótornyok jelezték a kikötők bejáratait. Nem mintha a kivilágított városok nem lettek volna elég fényesek. A haditengerészet egyszerűen képtelen volt rávenni a partmenti nagyvárosok polgármestereit az elsötétítés bevezetésére. Az emberek valahogy nem fogadták el, hogy háború zajlik, és tenniük kéne valamit. Három hétnyi járőrözés után New York fényei ellenállhatatlannak bizonyultak. Hardegen láthatta New York sziluettjét. Biztos, hogy sok német álmodozott erről a háború előtt. Felhívta a hídra a legénységet, hogy lássák Manhattan fényeit. De ők nem a városnézés miatt jöttek. Miközben elhagyták a New York-i kikötőt, a hátsó őrszem észrevett egy közeledő hajót. Hardegen meglátott egy teljesen kivilágított olajszállító hajót, egy szép, nagy, szaftos teherhajót. A közel 7000 tonnás brit olajszállító a Coimbra kíséret nélkül haladta a New York-i kikötő felé. Hardegen támadási pozícióba manőverezte a tenger alatt járót úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A tenger alatt járók kapitányai mind higgadt, elszánt és hidegvérű emberek voltak. Vagy legalábbis annak tűntek, így a legénység is magabiztosabb lett. Nyolcszáz méterre a célponttól... Tűz! Kilőtték az első torpedót.
58 másodperccel később célba talált. Közel 200 méter magas lángok csaptak fel az éjszakai égbolton. 65 ezer hordónyi olaj égett. Ez a támadás szimbolizálta a legjobban az Egyesült Államok teljes felkészületlenségét. Percekkel azután, hogy a tenger alattjáró megtámadta a Coimbra olajszállítót Manhattan partjainál, Hardegen kilőtte a második torpedót is, hogy felgyorsítsa a süllyedést és elhallgattassa a rádiót. A helyiek szerint a hajó Long Islandtől 52 kilométerre égett. Mindössze 10-en élték túl a támadást. Egyre több támadás történt, miközben az amerikaiak tudták, hogy még több tengeralattjáró van a közelben. New York állam kikötőiben egy 23 hajóból álló flotta várakozott. A rombolókból, repülőgép anyahajókból, cirkálókból és csatahajókból álló armadát 15-ös alakulatnak nevezték. Az amerikai csapatokat kellett volna az európai hadszíntérre kísérniük. Ernie King admirális viszont úgy gondolta, el lehetne halasztani az indulást. Ám a magasabb szintű politikai akarat közbeszólt. Miután az Egyesült Államok belépett a háborúba, fontos volt kimutatni, hogy a szövetségesek számíthatnak rájuk. Ezért az amerikai csapatokat azonnyomban útnak kellett indítani kelet felé, méghozzá kísérőhajókkal együtt. Vagyis nem lehetett más feladatot adni ezeknek a hadihajóknak. Végül King admirális útnak indította az alakulatot Európa felé a katonákkal együtt. Így lehetetlenné vált, hogy azonnyomban fellépjenek a német tenger alatt járókkal szemben. Hardegen nappal továbbra is a tengerfenéken várakozott. Ahogy január 15-én lement a nap New York felett, ismét vadászni indultak. De túl korán emelkedtek a felszínre. Az egyik éppen arra járőröző repülőgép észrevette a tenger alatt járót. Mielőtt teljesen felemelkedtek volna, az őrszemek is megpillantották a repülőt. Ellenséges repülő! Riadó, le a fedélzetről! Riadó! Gyerünk gyorsabban, gyerünk! Óvatosan kellett alámerülniük, nem tudták pontosan milyen mély a víz. Így a menekülés sokkal nehezebbé vált. Négy bomba robbant a jobb oldaluknál, de mind elkerülte őket. Vártak. A repülő nem bombázott tovább, és erősítést sem hívott. A repülő ledobott néhány bombát, de nem volt hatékony. Ez az egész a háború legelején történt, vagyis az amerikaiak rendkívül tapasztalatlanok voltak még. Nem csak a bevethető hajók hiánya okozott gondot, a légierő eszközei is hiányosak voltak. Mivel az Egyesült Államoknak nem voltak forrásaik, és csak néhány repülő járőrözött, ráadásul nem is voltak tapasztaltak, egyértelmű lett, hogy mennyire védtelen is az egész ország. A doppergés hadművelet résztvevői újra és újra lecsaptak a védtelen partvidék mentén.
Dönitz képtelen volt elhinni, hogy amikor bejutottak az amerikai zónába, nem volt senki, aki tüzet nyitott volna rájuk. Az amerikai sajtó egyre több kérdést tett fel az ország kapujában zajló pusztítás kapcsán. Ám a haditengerészet nem tudott, vagy nem akart reagálni. Az emberek azt kérdezgették, hogy ha Kinget tényleg érdekelte a sorsuk, akkor miért nem szervezett valami ellentámadást? De mivel? Ez volt a gond. Nem volt mit kiküldeni. Nem volt a partmenti rész telerakva aknákkal, és nem voltak fegyveres csapatok, amik arra vártak, hogy rátámadhassanak az ellenségre. Az volt a gond, hogy az amerikai haditengerészet kifejezetten arra koncentrált, hogy elpusztítsák az ellenséges hajókat. Hosszú időbe telt, mire rájöttek arra, hogy azt kell tenniük, amit a britek csináltak. Hogy nem tengeralattjárók elsüllyesztéséhez szükséges technika kellett nekik, hanem hogy kiküldjenek rájuk hajókat és elriasszák őket. Miután a szövetségesek már több éve harcoltak a tengeralattjárókkal, úgy döntöttek, megosztják a tanultakat az amerikaiakkal. A briteknek és a kanadaiaknak volt elég kapacitásuk az amerikai kikötőkben, de King vezetősége alatt mindent az amerikaiak akartak intézni. Ám ők felkészületlenek voltak. Így senki sem állította meg Hardigant a további pusztításban. Hardigan a rádiófrekvenciák lehallgatásából tudta, hogy a hajók készültségben vannak, és így egyre kevesebb célpont várható. Miután még maradt néhány torpedójuk, kiszélesítették a hatósugarukat, és megindultak délfelé, a keleti part mentén. Amikor Kitty Hawk közelében a felszínre emelkedtek, egy vörös villanás és két robbanás tanúi lettek. Mindez az U-66-os munkájának eredménye volt, amely éppen akkor süllyesztette egy újabb olajszállítót, az Ellen Jacksont. Január 18-án Hardigan végre észrevett egy célpontot, amire szívesen kilőtte volna a megmaradt torpedóit. Ám mivel a hajnal már közel járt, kifutott az időből. Biztos volt abban, hogy a következő éjjel is lesznek arra felé hajók, így alámerült. Amikor leszállt az éj, Hardigan úgy döntött, hogy a hadteraszfok közeli vizekben indulnak vadászni. Utasította az embereit, hogy a navigációs bóják mentén maradjanak, ugyanis a teherszállítók is arra felé haladtak. Ellenséges hajó! Hajnali 3 óra körül belefutottak egy kereskedelmi hajóba, és 250 méteres távolságból kilőtték rá az egyik torpedójukat. Az élelmiszert és ellátmányt szállító hajó percek alatt elsüllyedt. Mindössze 3 élték túl az éjszakát. Több kisebb hajót is észleltek, de Hardigan nem akarta rájuk pazarolni a megmaradt torpedóit. De volt egy másik fegyverük is. A fedélzeti géppuskákhoz rendelte az embereit. Az SS mélé éppen nem szállított olajat, de tele volt olajgőzzel a raktere. Így hamar lángba borult. Még nem süllyedt el! Hardigan közben egy másik hajóra is kilőtt egy torpedót. Egy teherhajóra.
A rádiófrekvenciák lehallgatása során megtudták, hogy az SS mélén sikerült eloltani a tüzet. Tűz! Hardigan be akarta fejezni, amit elkezdett, és a legutolsó torpedóját is kilőtte. Célba talált. Félsebességgel előre! Mivel kilőtte a torpedóit és az üzemanyaga is fogytán volt, a tenger alatt járó hazaindult. Ám miközben elhagyta az amerikai vizeket, valaki követni kezdte a tenger alatt járót. Kapitány! Einar Gleditsch egy norvég bálnavadászhajó, a Kozmosz 2 kapitánya indult a nyomába. Miután a nácik elfoglalták az országukat, sok norvég hajó kezdett árut szállítani a szövetségesek számára. A civil hajó kapitánya azt tette, amit a britek az első világháborúban oly sokszor. Megpróbált nekirohanni a tenger alatt járónak. Egy sikeres összeütközés során olyan mértékű sérülés érte volna a tenger alatt járót, hogy nem tudott volna lemerülni. Miközben a Kozmosz 2 közeledett, a tenger alatt járón észrevették a támadó hajót. Ellenséges hajó! Mivel a víz csak 20 méter mély volt, nem tudtak biztonságosan alámerülni. Így hát a tenger alatt járó teljes gőzzel a mélyebb vizek felé indult. Irány tartani! Folyik a víz! Ám nem tudott eléggé felgyorsulni. A főgépész szólt, hogy a tenger alatt járó egyik dízelmotorja leállt. Így nem tudtak elmenekülni a bálnavadász hajó elől. A vadászból zsákmány lett. Torpedót kilőni! Miután Új-Skóciától Észak-Karolináig hajókra vadászott, Hardigan kapitány szerencséje hirtelen megfordult. A sors furcsa fintora, hogy nem egy amerikai hadihajó támadt rájuk, hanem egy hatalmas bálnavadászhajó, amit olajszállításra használtak a háború alatt. Miután az U-123-as egyik motorja leállt, a Kozmosz 2 egyre közelebb került hozzá. A hatalmas bálnavadászhajó csak egy csomóval volt gyorsabb a tenger alatt járónál, de így is lassan felzárkózott hozzá. Drámai helyzet alakult ki, hisz a tenger alatt járó rossz állapotban volt. Az egyik motorja megadta magát, nem tudott a szokásos sebességgel haladni a felszínen. Így még ez a relatív lassú kereskedelmi hajó is utol tudta érni, vagyis két lassú hajó egymást kergette az Atlanti-óceánon. A tenger alatt járó egyetlen esélye a gépész, Richard Kraxel volt. Gyorsabban! Húzzák be a periszkópot! Gyorsabban, gyorsabban! A motor egyik hűtőcsövét kellett megjavítani. Gyorsabban! Megvan! Indíthatjátok! Indíts, gyerünk, gyorsan! Az U-123-as motorja életre kelt.
miközben a bálnavadász hajó már csak 75 méterre járt, a tengeralattjáró elkezdett távolodni tőle. Mindössze fél csomónyi előnye volt. Hardegen észak felé vette az irányt, majd mélyebb vizek felé indult, és alámerült, hogy elkerülje az ellenséges repülőket. Maguk mögött hagyták a füstölgő roncsokat és a megtépázott amerikai partokat. Hardegen volt a doppergés hadművelet első hullámának legsikeresebb parancsnoka. 8 hajót süllyesztett el, megmutatta, mi mindenre képes egy agresszívan irányított tengeralattjáró. Közel 50 ezer tonnányi hajót süllyesztett el, bár az utolsó áldozata, az SS Mélé végül be tudott evickélni a kikötőbe. Amikor a sikerük híre eljutott a főhadiszállásra, Dönitz egy különleges üzenetet küldött nekik. A doppergő Hardegennek, bravo, remekül verte azt a dobot. Az üzenet szerint Hardegen még egy lovagkeresztet is elkönyvelhetett magának. A doppergés hadművelet első 5 tenger alatt járója összesen 23 hajót süllyesztett el. Németországban Hitler beleegyezett az amerikai keleti parti offenzíva folytatásába. Újabb hullámnyi tenger alatt járó csapott le az amerikai hajókra. Hardegen és az U-123-as márciusban visszatért. Ezúttal további 100 hajót süllyesztettek el. A németek egyetlen év alatt több hajót süllyesztettek el az amerikai partoknál, mint amennyit a háború további részében világszerte. 1942-ben 6 millió tonnányi rakományt juttattak a hullámsírba. Ez egyszerűen döbbenetes. A doppergés hadművelet egy olyan időszak volt, amikor a németek sikeresen süllyeszthették el a hajókat, anélkül, hogy bármiféle ellenállásba ütköztek volna. Ez volt a tengeralattjárók második aranykora. A doppergés hadművelet szörnyű sebeket ejtett. Sosem lett volna szabad bekövetkeznie. Közel 700 hajó süllyedt el, mire az amerikai haditengerészet képes volt hatékonyan visszavágni. 1942 tavaszán King admirális végül kialakított egy konvojrendszert a kereskedelmi hajók védelmére. Az ellenállás hatására a keleti parti tenger alatt járó támadások megszűntek. Amikor az amerikaiak megtanulnak valamit, azt alaposan megtanulják. Ez egy meredek tanulási görbe, de amint a csúcsra jutnak, nagyon gyorsan cselekednek. Az 1942-es keleti parti katasztrófát nem igazán emlegetik a történelemkönyvek. Több amerikai irattáros is jelezte nekem, hogy az amerikai haditengerészet úgy kerüli ezt a sztorit, mint a pestist. Tudni sem akarnak róla. Mondjuk ez érthető. Ez a nagy csend viszont elérte, hogy a világ megfeledkezzen a tengerészek és családjaik áldozatairól. És az időszakról, amikor a náci tengeralattjárók magukkal hozták a háborút Amerika partjaihoz.